Kedves barátaim, folytattam ezt a témát, hogy a nő és a férfi, vagy inkább a nő miért is hidegül el egy párkapcsolatban. Nagyon fontos momentum a következő. A nő fizikai vagy és mentális fáradtsága. Ha azt akarod, hogy az ágyadban egy aktív cicus legyen, akkor engedd meg neki, hogy legalább kialudja magát előtte. Hogy legalább kipihenjen magát előtte, heverészen egy napot. Heverészik az ágyban, kényezteti magát egy kávéval, egy kis internettel, egy kis olvasással, utána a kádban gyógyfüvek között pihenget, utána egész nap kicsit pihenget, nem gyötri magát a házi munkával, agyon. Csak amennyi épp, hogy jól esik. Ki is megy kicsit a szabad levegőre sétálni, ne adj Isten, kifekszik a napra, ne adj Isten. Utána biztos, hogy sokkal jobban fogja élvezni a férfi közelségét, mint az a nő, aki hulla, 12 óra alatt hullára dolgozza magát, ma is, holnap is, holnap után is, vagy akár 8 óra alatt, úgy is lehet. Utána elrohan a boltba, főz valamit, takarít, a gyerekeivel is még ott problémái vannak este, azokra is főz most takarít, öltözteti őket, előkészíti a másnapi órákra őket, és akkor megjön a párja, aki rögtön az ágyba akarja őt vinni. Gyere gyorsan, tegyünk valamit. Ilyenkor a nő jogosan nem adekvát módon fog reagálni, hiszen még arra sincs ideje, hogy az ágyig elmenjen. A következő nagy probléma lehet a párkapcsolatban. A férfi soha nem fordít figyelmet a nőre. Nem figyel rá, nem érdekli. Mindig csak fél órával a szex előtt. Nem beszélget vele. Észre sem veszi. Kijezik mellettem, nem érdekel. Ó, de fél órával a szex előtt rögtön megváltozik a hozzáállás. Aktívvá válik. Rögtön nyuszi, muszi, puszi, muszi. Ilyenkor a nő azt érzi, hogy ő csak szexre kell. Ha a nő és a férfi szexuális életről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a szexuális életük megmutatja a pár viszonyát. Ugyanakkor a pár viszonya megmutatja a szexuális életüket. Hát ha ők az utcán nem mennek kézen fogva, vagy nem ölelik egymást néha meg az utcán csak úgy, vagy ha fiatalok, akkor nem csókoloznak néha az utcán, akkor ez látszik is, rögtön látszik, hogy ott valami gond van a szexuális életükben. Ezeket a problémákat a nő akkumulálja magában, nagyon gyakran el se mondja, ahelyett, hogy megbeszélnék. Ha megbeszélik, akkor a nő benne ezek a problémák lazulnak, kiengednek, a feszültségek oldódnak egy kicsit. De olyankor ez még ugye nem elég, tehát a nőnek még meg kell érezni saját magát, meg kell értenie saját magát. Meg kell érteni a saját szexualitásának a természetét. A nőnek tudatosan kell felépíteni a saját szexualitását a férfival. És ez a közelségnek egy teljes intim formája lesz, teljesen más formája lesz. Itt szót kell ejtenem a pornóról is, mert a mai világban a pornó teljesen beépült az emberek életében. Ma már mi pszichológusok nem arról vitatkozunk, hogy a pornó jó vagy nem jó, hát ez van, ezt kell szeretni. Sokféle hatása van, főleg a férfiak agyára van negatív hatással, hiszen nagyon sok férfi, remélem, hogy önkedves barátom nem ilyen, aki néz engem, de nagyon sok férfi, főleg fiatalon még, elhiszi, hogy minden nő úgy működik, ahogy azt a pornóban látja. Hát, nem úgy működnek. Ott megjátszák magukat, és ez az igazi nők, ha megjátsza, ha nem, nem tud úgy működni. Érdekes módon a nőkre nem hat annyira a pornó, tehát ők, ha nézik, leginkább attól esnek kétségbe, hogy ő, az ő testük nem olyan jó, mint az ottani 18-20 éves lányé. Tehát őnekik leginkább ezek a fájó pontok.
A nők is néha nézik, persze, de a statisztikák szerint a férfiak nagyon gyakran nézik. Elmondok egy példát, hogy mi ronthatja el a párkapcsolatot. De például az, ha a nő a disztruktív szexualitás híve. Ott gondok lesznek. Hiszen akkor a nőnek újabb és újabb erős érzések, erős ingerek kellenek. Néha extrém érzések is kellenek, meg ingerek. Ahhoz, hogy úgy érezze, hogy őt kívánják. Ahhoz, hogy benne is megjelenjen a kívánság. Nem is szólva arról, hogy ennek a nőnek mindig újdonság kell. Új pasi, újfajta szeretkezés. Gyakran kell neki valami szuper, mega romantika, valami szuper, mega vágy, vagy valami, ami ezt ő benne felkelt. Ezért ezek a nők sok disztruktív módszerbe és kalandba belemennek, ami utána nem biztos, hogy jót tesz a lelküknek. Vagy másik probléma lehet női-férfi kapcsolatban. A férfi elvált, ott van a két gyereke az előző feleségétől, de most az új nővel nem igazán tudja magát úgymond beleélni az életbe, hiszen állandóan a gyermekeivel foglalkozik, azok rohangásznak, ő hozzá ő rohangászik, azokhoz csak ők léteznek számára, és az az új nőt lassan kiszorítja az ő életéből. És már máshol nincsenek együtt, csak az ágyban. Ilyenkor a nőben is kialakul a közelség elutasítása. Ha a nő úgy fekszik le a férfival, hogy nem akarja, akkor a teste előbb-utóbb fiziológiai jelenséget fog produkálni, hogy ne legyenek együtt. Tehát látjuk, nagyon sok ok lehet, ami miatt a nő nem akarja a szexet. Minden eset individuális. De már most mindenki csinálhat magának egyszerű következtetéseket, abból is, amit elmondtam, a stressz, a fáradtság, a férfi figyelemetlenség az ágyban, amikor a férfi csak magára figyel, a nő nem érdekli, stb. Ez mind fizikai és lelki problémákhoz vezethet. Kedves barátom, vagy kedves hölgy, írja be a megjegyzésekbe, ha önöknek is van ilyen negatív tapasztalata, hogy ezekből mi sült ki, úgymond, vagy mi nem. Nem is beszélve a neurotikusok viselkedéséről az ágyban. A mai világban sok neurotikus ember van. És ha vagy a férfi, vagy a nő neurotikus, vagy mind a kettő, akkor ő nekik a konstruktív szex idegen. Vagyis a normális szex. Konstruktív, mert megmagyarázzák, hogy te figyelj, így jó, de még jobb lenne, ha úgy csinálnád. Vagy így ne csináld, mert ez annyira nem jó nekem, amúgy sokkal jobb lenne. Tehát konstruktív szex viszi előre a párkapcsolatot. Ki lehet találni új és új módszereket, de csak konstruktívan mindig megbeszélve a másikkal. És ez erősíteni fogja a párkapcsolatokat. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor előbb megláthatják a következő párkapcsolati videóimat is, bár más témákban is teszek fel videókat. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, viszontlátásra!